Az elmúlt két évben a farmakupa, regatta és orvosregatta a résztvevői létszám tekintetében nagyon kinőtte magát, és az egészségügynek a teljes palettáját felöleli, mind gyógyszergyártókat, mind az egészségügyben résztvevőket. Nem utolsó sorban sikerült azt a célt megvalósítani, hogy mindegyik regatta kapcsán van egy karitatív oldal a versenyzésnek, amely részben gyógyuló gyerekeket, illetve idén a dankorban szenvedő gyermekeknek a vitorláztatását valósítja meg. Ezek a gyerekek nem jutnak ilyen lehetőséghez. Én azt hiszem, hogy minden esetben, amikor az egészségügy résztvevőiről beszélünk, nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen cél. Igenis emberekkel foglalkozunk, embereken segítünk, és a magánéleti hobbink, illetve a szakmánk is kötelez erre. Személy szerint a gyermekkori hobbim a Velencei Tavi sportiskolába kezdtem a vitorlázást, illetve a szakmámnak az ötvözése az, ami a Farmakupában megvalósul. Én azt hiszem, hogy a, a vizen töltött idő, a csapatmunka az, ami tulajdonképpen nagyon fontos. Mind a kórházban csapatmunkát végzünk, mind a vitorláson csapatmunkában dolgozunk. Eddig kiváló jó időt fogtunk ki, mindkét alkalommal, mindkét évben, 2013-ban és 2014-ben. Személy szerint azt kell mondanom, hogy a részvételt tartottam fontosnak, a barátaimmal együtt nagyon élveztük a versenyt, kiváló jó vitorlázó időben, és nagyon jó társasági programmal. Remélem 2015-ben is minél nagyobb rész, létszámban részt tudunk venni a farmakupa dentán, regattán, és hívom a kollégáimat és minden olyan dolgozót, aki az egészségügyben dolgozik, vagy egyáltalán a kórházaknak a környékén, akár beszállítóként, gyógyszergyártóként, orvosként, asszisztensként, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt ezen a csodálatos eseményen 2015. júniusában Balatonkenesén.